Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Lignanóból közvetítünk, a jövő nemzedékét látják. A mai beszélgető partnerem egy egyetemista hallgató, Bálint. Szervusz, Bálint! Szervusz. Örülök neki, hogy vállaltad ezt, hogy most egy kicsit leülsz velem beszélgetni, ahelyett, hogy a fantasztikus tengerben lubickolnál. Itt vagyunk Lignanóban, te is itt vagy ezen a kiránduláson. Hogy érezted eddig magad, ez a harmadik napunk most már? Köszönöm szépen, én nagyon jól éreztem magam. Az első nap az egy ilyen pihenős nap volt. Inkább csak kipihentem a hosszú utazást. Aztán, hát igen, mai nap már azért aktívabb voltam én is. Elmentünk ide belvárosba, piacra vásárolgatni, meg ilyesmi. Aztán most egy kicsit leültem én is, jó itt az árnyékban beszélgetni, úgyhogy... Hát neked nagyon izgalmas volt ez a éved. Ugye most derült ki, hogy fölvettek. Hogy mondják ezt pontosan? Hát az orvosi, általános orvosi egyetemre. Igen. Szóval, hogy bekerültél az egyetemre, és tudom, hogy tavaly is nagy izgalmakkal vártad, és hogy egy évet kellett várnod erre a jó hírre. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezt az évet hogy tudtad hasznosan eltölteni, és mik a tanulságai ennek a történetnek, hogy nem ilyen rögtön elsőre simán kerültél be. Én szerintem az ember életében nagyon sokszor hasznosak az ilyen nehezebb periódusok, vagy egy kicsit a csalódás is, mert ezekből azért tanulunk. Tavaly már számítottam rá, hogy tavaly szeptember még nem fogom elkezdeni az egyetemet, aztán ezzel így jól megbarátkoztam. Nem is nagyon indultam neki a tanulásnak, mármint hogy ugye idén is felvételizzek. Úgyhogy elég sok programot csináltam magamnak, meg az ismerőseimmel, akik még hasonló szituációban voltak. Aztán persze el kellett kezdjek készülni a idei felvételire. Úgyhogy jó sok tanulással telt azért az utolsó fél év. Hát meg évközben sportoltam, focizgattam, eljártunk ide-oda így a barátaimmal, úgyhogy így eltelt ez az év is. És miért pont ezt a pályát választottad? Tudom, hogy az édesapád is orvos, de hogy ezt látjuk azért, hogy a családokban a szülők példája sokat lendít a tanulmányok választásában. Mi vonz ebben a pályában, és hogy mit érzel, hogy mi lesz ennek a nagy kihívása, vagy mik lehetnek nehézségek az egyetemi életben? Illetve ez a szakma, ez miért vonz téged, főleg ez érdekelne? Hát az orvosásra én mindig is nyitott voltam. Az orvosi és a mérnöki pálya volt, amikor ezt gondolkoztam. Aztán végül emellett döntöttem, hogy elkezdem ezt, aztán meglátjuk, milyen lesz. Meg a bátyám is ugye pont ugyanott Pécsen tanul ugyanezen az általános orvosi karon, aztán hát ő már azért mondott egy-két dolgot így a nehézségekre rátérve, úgyhogy ezért egy-két ijesztő dolgot már hallottam így a vizsgákkal kapcsolatban, de hát állok elébe, aztán majd meglátjuk. Igen, szóval ez nem kell, hogy elrettentse, mert bíznod kell magadban. De mit tartasz így a betegekkel való foglalkozással kapcsolatos? Ez egy nagy kihívás, hogy az ember arra gondol, hogy mennyiféle betegség van ebben a világban, és mennyiféle módszerek vannak, hogy esetleg ezen így elgondolkoztál, hogy ez nem ijeszt meg egy kicsit, hogy az ember azért nem mindenható, hogy képes legyen bármit gyógyítani, de hogy mégis lehet olyan tudásra szert tenni. Ha embereket gyógyíthatok, azért ez nekem mégis egy ilyen jó érzés, vagyis hát remélem, hogy az lesz. Még azért 6 év előttem áll. Meg úgy gondolom, hogy egy orvos mindig is helyt áll, vagy mindig el kell mindenhol, tehát meg hát ugye hiány szakma is. Próbálok az Úr kegyelmében csinálni ezt, és hát az ő áldása legyen rajta az én munkámon. Meg sokan egyből ezt kérdezték, mikor mondtam, hogy hova szeretnék tovább tanulni, hogy orvos, és egyből sokan ezt kérdezik, hogy hát nem félsz tőle, hogy ott a kezem alatt meghal valaki, és hogy ez milyen érzés lehet. Hát
Hát ezen még nem gondolkoztam, meg nem tudom milyen, de hát nyilván ez is benne van a pakliban. De ugye a gyógyítás az így jól hangzik, meg érdekel. Meg nem áll hatalmunkban az élet se, meg a halál se, de sok mindent tehetünk azért, hogy megkönnyebbítsük a másik ember életét. Hogy látod, hogy mennyiben lesz más az életed? Ugye éltél most egy kicsit szabadabb életformát, bár azt hiszem biztos dolgoztál is valamennyit, nem? Nem. Jó, hogy most akkor azért nagyon másfajta napi beosztással kell majd élned, hogy erre mennyire vagy felkészülve, vagy a bátyád már így beszélt róla, hogy tanácsolt-e? Vagy van-e valaki olyan, aki még így tanácsolt ebbe, hogy ezekre oda kell majd figyelned? Nagyon sokat kell majd tanuljak, ez így már nekem is, számomra is így világos. Hát nehéz lesz, főleg az első fél év, megvan egy-két tantárgy, aminek az alapjait többen középsuliban tanulták, én meg nem, ilyen például a kémia, úgyhogy ezzel biztos lesznek gondjaim, vagy nehézségeim. Hát valószínűleg úgy fog kinézni a napi rutin, hogy felkelek, elmegyek egyetemre, és hazajövök, akkor megtanulok tovább. Úgyhogy hát olyan nagyon izgalmas nem lesz, de érdekelnek az új tárgyak meg ilyesmi. Ilyenre gondoltam, hogy nem otthon fogsz lakni, tehát hogy elég önálló életmódot kell majd élned, meg hát új embereket fogsz megismerni, ez egy nagyon izgalmas dolog azon túl, hogy új ismeretekre teszel szer, de új emberekkel is fogsz találkozni. Te egy közösségi ember vagy, mert ismerlek elég jól, hogy ez nem hiszem, hogy nagy kihívás lesz számodra, de hogy ebben megvan-e ez az izgalma, hogy hát hogy is lesz, mint is lesz. Meg persze, az egyedül éléssel vagy lakással nincs gondom, bár ugye én a bátyámmal fogok egy lakásba lakni, úgyhogy vele fogok együtt élni, de én már úgy rá vagyok hangolódva erre, hogy majd mindent magam csinálok, meg magam szerzek be, úgyhogy... Új emberek közé fogsz kerülni, és ugye azok a barátaid, akik most eléggé kitöltötték az életedet, ők valószínűleg nem lesznek majd mindig ott, vagy csak ritkábban találkozol velük, hogy ennek hogy állsz elébe. Ugye ezért Fehérvárról ugye leköltözöm Pécsre, tehát az távolságban is kicsit odébb lesz. Nem tudom, hogy mennyit fogok találkozni a régebbi ismerőseimmel, de hát nyilván szeretném fenntartani a kapcsolatot. Illetve hát igen, új embereket fogok megismerni. Hát ez úgy kicsit izgalmas, vagy nem tudom, mi a jó szó erre, de mindig is nyitott voltam ilyen új barátság vagy kapcsolatok kialakításában, úgyhogy hát remélem, hogy sok barátom lesz, meg hogy várom már ezt az új környezetet. Ugye ez abban is egy kicsit más lesz az életed, hogy ugye a családodtól távolabb vagy, de ugyanígy a közösségettől is, ugye Budapestre jártok a mindenki templomába, hogy ez mennyire érzed fontosnak, hogy továbbra is a közösségedben lévő baráti kapcsolataidat tápold, és hogy mit teszel majd ezért, és hogy miért van ennek jelentősége? Számomra mindig is fontos volt a gyülekezet egysége és a gyülekezet építése, így nyilvánvalóan a gyülekezeti lelki testvéreimmel való kapcsolat fenntartása is. Így látva a testvérem, mármint a bátyám meg a nővérem példáját, szerintem megoldható lesz a templomba járás, ez nyilván nekem fontos, hogy ott legyek a gyülekezetbe. Hát valószínűleg úgy fog kinézni, hogy hétközben leszek lent Pécsen, és akkor hétvégére visszajövök, és akkor fel tudok járni templomba. Szerintem azért ez így megoldható, meg ez tényleg fontos, hogy ahova tartozom, gyülekezet oda, ott legyek és szolgáljak. Hát pont a szolgálatra gondoltam, te a zenekarba is ugye részt vállalsz, hogy ez azért nehezebb lesz ugye fölkészülni a evangelizációkra, a zenékre, de hogy a zene az mit jelent számodra? Hogy fogod tudni ezt összeegyeztetni? Így gyakorlás szempontjából is. Ez egy dolog, hogy sokat kell majd tanulnom, de ez egy másik, hogy ahol fogok lakni lakásba, ott nem nagyon preferálják a dobolást, ugye én dobolok, és hát azt hiszem alattunk lévő lakásban, meg felettünk is idősebb bácsi, meg néni lakik, úgyhogy hát nem tudom, hát ez még egy jó kérdés, valószínűleg amikor majd otthon leszek hétvégén, megpróbálom így bele sűríteni, de hát majd meglátjuk, még nem tudom. Hát most ugye keresed
a helyedet így a világban. Most megtaláltad, van egy irány, amire most ráállt, és minél több tudásra szeretnél szert tenni, és helytállni gondolom a világban is. Ugyanakkor van ugye egy az Istennel való kapcsolatunkat is. Te említetted már, hogy fontosnak tartod. Te mit teszel azért, hogy ez a kapcsolat élő legyen? Tehát ne csak egy ilyen általános istenhited legyen, és elmélkedjél bizonyos dolgokról, mondjuk egy templomba lét alatt, hanem olyan mindennapi életben neked mi adja meg azt, hogy te az Istennel, az Úrral igazi szoros kapcsolatba tudjál lenni, akár vezetést tudjál elvenni tőle, vagy tanácsot kérni, vagy esetleg, ha el vagy keseredve, szoktál-e hozzáfordulni, hogy ez ugye sokak számára furcsa, de tudom, hogy te ezzel élsz. Hogy ezt hogyan teszed a mindennapokban? Tőlem hát többen kérdezték meg így, néha elő szokott jönni, hogy vallásos vagyok-e, és hát erre azt mondom, hogy igen, vallásos, hát keresztény vagyok. Viszont azt hiszem, ez egy nagyon nagy halmaz, ez a vallásos ember, és ide beletartoznak azok az emberek is, akik hát most nem akarok senkit megbántni, de hogy így ilyen hobbi szinten ilyen megszokássá vált, hogy mit tudom én, eljárnak templomba, hiszik, hogy van Isten, de igazából élő személyes közösségük nincs, ugye, amit említettél az előbb. Számomra ez a személyes közösség, ez az élő közösség, ez abban teljesedik ki, hogy van kapcsolatom az Úrral, hogy van vezetésem az életbe az Úrral, leginkább az igén keresztül tudom elvenni az Úr üzenetét, és hát én meg imádságban tudok Istenhez szólni, és így alakul ki ez a kapcsolat. És hát ezt nagyon jó megtapasztalni, amikor Isten szól hozzám, és tényleg van egy ilyen személyes élő közösség, amiben vezetés nem csak egy ilyen általános Isten hívő élet. Tehát amikor nem csak amikor bajban van az ember, és nehézsége van, és fölkiált az Istenhez, hogy Uram segíts, hanem hogy mindenben ki szoktad kérni a tanácsát, vagy hogy vannak kérdéseid, ugye ebbe a világban azért sok olyan hatás ér, amit nem biztos, hogy megértesz, hogy mi miért történik, hogy tudnál esetleg erre példát mondani, amikor egyértelműen az Úr megmutatta, hogy ezt a helyzetet miért engedte meg az életedbe. Ugye sokszor az ember, ha valami rossz dolog történik vele, akkor okolja az Istent, hogy lehet ilyen gonosz. De hát ugye tudjuk jól, hogy Isten mindent, amit megenged az életünkben, az a hasznunkra van. Hogy ez valóban egy valóság az életedben? Hogy minden hasznodra van, ami eddig történt? Kudarcér vagy valami, akkor hát nem, én nem szoktam Istent okolni. Leginkább próbálom magamban keresni a hibát, vagy a gondot, csak hát általában sokszor nem találom meg. De persze nekem is vannak olyan kérdések, vagy döntések az életemben, ahol nem vagyok én elég, és az Úr vezetését, vagy tanácsát kérem. Neked még az is egy nagyon nagy előny, hogy egy olyan családban nőttél föl, ahol a szüleid nagyon komoly lelki emberek, akiknek napi élő kapcsolatuk van az Úrral, szolgálnak az Úrért. És hogy például te mennyire látod, hogy a kapcsolat, ugye nagyon sokan a te korodban már nem biztos, hogy mindig kikérik a szülői véleményt, a szülői meglátásokra nem vagy kíváncsi, mert már te tudod, elég jól, elég nagy vagy, de hogy te azzal, hogy te egy ilyen hívő családban nőttél fel, ahol együtt imádkoztatok, együtt mentetek templomba, együtt szolgáltatok sokszor az evangelizációk során, hogy, vagy esetleg a hétköznapokban látod a szüleid példáját, hogy ez mennyiben segít abban, hogy tényleg a kapcsolatod az Úrral, azt a szüleid is, vagy a családod, vagy a testvéri közösséget segíti meg. Tehát, hogy kapsz támogatást, nem maradsz egyedül a dilemmáiddal, hogy most akkor hogyan tovább. Igen, ez egy számomra ez egy nagy előny, vagy egy nagy segítség, hogy én így nőttem föl, ezt a példát látva, hogy Klárnén is mondta, meg hát látta is, hogy én is már kiskoromtól kezdve templomba jártam,
Meg hát otthon is láttam, hogyha volt valami olyan nagyobb kérdés, vagy döntés, vagy bármi dolog, akkor az úr elé álltak szüleim is, és akkor abban az ügyben úgy jártunk el, vagy nem tudom, hogy mondani, hogy az úr áldása rajta volt. Tehát azért ez segítség, nem tudom, hogy nyilván a hitetlenek közt a világban hasonló dolgai, problémái ugyanúgy vannak az embernek. Hát ők, hát nem tudom, hogy oldják meg, nyilván nehezebben nekik nincsen ilyen segítségük vagy támaszuk. Meg ugye azt sem tudom, hogy hát jó kérdés, hogy fogják fel a kudarcokat, meg a sikert is. A sikert, igen. Tehát ők mindent a maguk használ, maguk erejéből csinálnak, és hát ha nem jön össze valami, akkor nem tudom. Hát ki hogyan dolgozza fel, nem tudom. Ugye visszatérve az előbbi gondolatra, hogy neked személyes közösséged van Isteneddel, hogy beszélsz hozzá, hogy meghallgatod őt, választ kapsz tőle az igén keresztül, hogy ehhez azért ugye a szüleid ezt a példát mutatták, hogy a földre jött Isten, Krisztus személyét is meg kell ismernünk. És hogy tapasztalod, ugye most már ebben a korban nagyon sok igei tapasztalatod is lehet, meg életbeli tapasztalataid, hogy hogy ismertette meg, hogy kicsoda Krisztus számodra? Hát Krisztus a messiás, akit mindenki várt, és hát az ő kereszt halálával lehet nekem is örök életem. De erre a mai ember azt mondja, hogy itt én ezt a földön, ezt az életet szeretném minél jobban élni, nem érdekel engem az, hogy mi lesz utána, sokan azt gondolják, semmi nem lesz, vagy ki tudja, mi lesz, a lelkem vándorol tovább. Tehát, hogy ezzel azért, ez neked jelent valamit, de hogy látod a mai ember számára ez a gondolat, megváltás, erre fogékonyak? Hát nem kimondottan. Uh-huh. Hát ahogy mondta Klár néni, ugye ez az élet, amit most élnek, ez a földi világ, nekik minden, és hát ugye a hitetleneknek nyilván nincs bizonyosságuk arról, hogy lesz bármi a halál után, vagy hát vannak, akik valamit gondolnak, de nem igazán érdekli őket annyira, hogy foglalkozni is kezdjenek vele. Ellenben velem én tudom, hogy a halál után minden ember el lesz ítélve, és hát bízom benne, hogy olyan életet élek most itt a Földön, hogy én is a mennybe kerülök majd. Hát ezt sokan nem hiszik, nekem erről van bizonyosságom. Miért gondoltad azt, hogy neked megváltásra van szükséged? Miből kell téged megváltani? Az ember elég ügyes ebben a világban, hogy megoldja a dolgait. Mi ez a megváltás? Tehát nagyon sok ember nem is érti ezt a szót. A megváltás benne is van a szóban, hogy valamiből ez a bűnös életből való megváltás, megmentés, talán ez egy jobb szó. Tehát ugye nyilván először az embernek fel kell ismernie, hogy vannak bűnök az ő életében is, és ő is elkövetett bűnöket, és hát ha ezeket megutálja, meggyűlöli és el akarja hagyni, akkor lesz ez az elhatározás, hogy neki szüksége van egy jó életre, és hát ezért halt meg Krisztus értünk, és hát az ő kegyelméből minket is megválthat, hogyha bennünk is megvan ez a döntés, hogy mi a bűnből megtérjünk. Igen. És ugye ez teszi lehetővé azt, hogy a lelki gyümölcsöket megélhessük az életünkbe. Már beszélgettem a Mimivel erről a kérdésről, a lelki gyümölcsökről. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy te az egyik ilyen lelki gyümölcs, amit nagyon nehéz megteremni ebben életünkbe, az a béketűrés. Nekem is egy nagy kihívás, ez nagyon sokszor kizökkenek abból a lelki egyensúlyból, amit mondjuk egy imádsággal, vagy egy jó napi indítással megszerzek, és hogy látom, hogy a mai ember számára is ez egy igen nagy kihívás, hogy a lelki békéjét megőrizze.
És ugye ez kifoghatni az egészségére, másokkal való kapcsolatára, az egész életére. Te hogy vagy ezzel a kérdéssel? Nagy ajándék, vagy egy nagy gyümölcs ez a béketűrés, ha valaki béketűrő. Én is inkább azt látom a mai világban, hogy főleg ebben a felgyorsult világban, hogy az embereknek nincs türelmük, és nincs béketűrésük. Hát magamon is észreveszem, hogy engem is úgy fel lehet húzni időnként, vagy ki lehet zökkenteni abból a békességes állapotból. Viszont úgy gondolom, hogyha megint csak visszatérve, hogyha az embernek minden nap személyes közössége van az Úrral, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan békesség lesz az ő szívébe, amit a környezetében is észrevesznek, és ugyanúgy kihat a környezetére. Én is volt, hogy más hívő testvérek úgy rácsodálkoztam, hogy amikor mindenki más ilyen indulatos volt, és ő megtartott ezt a béketűrést magába, és nem lehetett kizökkenteni ebből. Ez egy nagyon nagy áldás. Igen. Vagy amikor egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és hosszú távon látjuk, hogy benne kell maradnunk, és nehéz. Ugye most tudsz gondolni valamilyen konkrét élethelyzetre, amikor benne kell maradni egy nehéz helyzetben, amit nem tudok megváltoztatni, és akkor nagyon sok ember akkor morogni kezd, harag van a szívében, elégedetlenkedik, föladja, és hogy a kitartás az, hogy igazán végig tudjunk vinni egy nehéz helyzetet, ahhoz is kell ez a fajta lelki béke, hogy hát az Úr megengedte, az Úr adta, az Úr elveszi, ugye, de az Úr ebben a helyzetben helyezett, akkor ad erőt is majd. Tehát, hogy te meg tudod ezt teremteni, hogy merítesz erőt a nehezebb időszakokban? Igen, hát talán legkézenfoghatóbb téma nálam ez az egy év, amíg ugye otthon voltam, és tanultam ugyanazt a két felvételi tantárgyat, amit már ugye az érettségikor is hát érettségiztem belőle. És hát ez volt például nekem így a végén már nagyon szájba rágós és unalmas, hát és sokszor már így elegem volt belőle, de én is úgy álltam hozzá, hogy az Úr megengedte az életemben, akkor biztos, hogy ez az egy év is hasznomra vált. És hogy kitartottál benne, igaz? Tudtad, igen, hogy tanulni kell? Hát igen, muszáj volt igazából, mert tudtam, hogy most mi az ára ennek, és hát tényleg az Úr erejéből sikerült ezt végigcsinálnom, mert nagyon nyögvenyelős volt már a végén, hogy fogalmazzam. Igen. Gondolok így a kapcsolataidra is, akár a családon belül, a testvéreiddel, szüleiddel, amikor úgy valamit nem értenek meg úgy, ahogy te szeretnéd, vagy bizonyos dolgokat nem tudsz úgy elmondani, vagy akár a barátaid között is, hogy vannak dolgok, amiket valahogy nem értenek meg, vagy el kell viselned egy nehezebb természetű barátot, aki mellett mégis ki kell tartani, nem adhatod föl, látod, hogy szüksége van a támogatásodra. Ezek is nehéz helyzetek lehetnek, amiben béketűréssel benne marad az ember, mert a szeretet ugye az átsegíti ezen a helyzeten is. Igen, talán az észrevételem jutott most eszembe, hogy a gyülekezetben, amikor a lelki testvéreimmel vagyok, akkor ugye egy teljesen más lelkület van közöttünk. Így ennek kapcsán ugye a béketűrés is sokkal inkább könnyebb, vagy hát észrevehető. És nyilván, hogyha valaki ilyen békességgel fordul hozzám, akkor én is úgy fordulok vissza hozzá. Aztán a hitetlen barátaimmal is, vagy ismerőseimmel, amikor beszélek, akkor ott meg hát gyakran én is felveszem azt a mentalitást, igen, köszönöm, ami bennük van. Hát igen, ez egy nagy feladat számomra is, hogy megőrizzem ezt a béketűrést minden helyzetben. Igen, például a szavainkat. Erről beszélgettem a Mimivel is, hogy nagyon megfontoltnak és bölcsnek kell lennünk, hogy mit mondunk ki, és hogyan mondjuk ki, és mikor mondjuk ki. Hogy te erre odafigyelsz, és hogy mit látsz, hogy elhamarkodott vagy a beszédben, vagy nagyon egyre megfontoltabb vagy, mert látod, hogy milyen következményei vannak.
annak, hogyha rosszul beszélsz valakivel. Úgy gondolom, hogy a szónak nagy hatalma van. Sok mindent lehet szavakkal csinálni, vagy kelteni. Például egy-egy jó szó, vagy szeretetből jövő szó nagyon sokat tud segíteni másokon. Viszont ugyanúgy ellenkező esetben, hogyha odaszólok valakinek, vagy megbántok más, aki annak meg másik irányban lehetnek nagy, vagy hát súlyosabb következményei. Most már így magamon észrevéve, hát mondhatni tanulva a példáimból, vagy az esetekből próbálom én is megválogatni a szavamat. Aztán persze ez ugye összefügg a béketűréssel, hogy van-e az embernek békessége, vagy nincs, mert gyakran ugye abban a hát olyan lelki állapotban szokott az ember így elhamarkodottan, vagy durvábban szólni, amikor nincs meg benne ez a békesség, amiről beszéltünk. A másik ilyen lelki gyümölcs, ami engem nagyon foglalkoztat, az a mértékletesség. Ugye a mai világban iszonyú sok inger vesz bennünket körül, nagyon sokféle hatás ér, és valahogy a világ ezt nyújtja is, hogy annál boldogabb leszel, annál örömtelibb lesz, kiteljesedettebb lesz az életed, minél inkább élvezed az életet. És hogy nagyon sokszor nagyon nehéz megtalálni a mértéket, hogy mert miért ne örülhetünk, mi is örülünk itt a napfénynek, a víznek, most vásárolni voltunk, én is vettem egy szép sarut magamnak, nagy örömet okozott, de hogy nagyon nehezen tudja az ember a határt megszabni, és hogy szerinted a hívő ember, vagy te, a te hitedben, hogy éled ezt meg, hogy ne ragadjon magával ez a fajta világi szemlélet, ez a fajta mértéktelen fogyasztás? Hát erre is inkább csak azt tudnám mondani, hogy az Úrban kell megmaradni, és akkor nem bocsátkozik az ember ilyen mértéktelenségekbe, mint a világban. De talán egységesen lehet mondani az összes emberre a Földön, hogy a mértékletesség minden emberi életben fontos. Hát ugye ezt sok mindenre érthetjük, a mértékletességet, például anyagi szempontból nézve, vagy például mondjuk az alkoholfogyasztásra gondolunk, vagy az evésre, vagy nem is tudom, bármi másra. Mindenben nekem a papám mondta mindig sokszor, hogy már nem is tudom, hogy mi volt a pontos helyzet, csak ezt mondta, hogy fiam, mindig mértékletesen éljél, hogy mindenből keveset, vagy hát pont amennyi, ahogy kell. Vagy igen. Tudom. És van egy olyan példád, amiben nehéz volt ezt a mértéket megtalálni? Hogy valami olyan cselekedet, vagy olyan szokásod, amit éreztél, hogy le kell állítanod, mert hogy ez már leuralja az életedet. Hát persze, ugye nyilvánvalóan, mint minden, majdnem minden tinédzsernél, általában a tanulás helyett valami más elfoglaltságot keres az ember. Hát nem tudom, ilyen volt nálam például. A telefonommal sokat szerettem szórakozni, meg ilyen számítógépen játszadozni, meg ilyesmi. Abba például most már elég jól azért gondolkozom, mielőtt cselekszem, de például az így nálam megborult egy időben, de aztán sikerült arra is, abból is hát mértékletességre jutnom. Hát talán ami nem nálam, de így világi szemmel így egyből eszébe jut az embernek, az a piálás, amiben ugye hát sokan nem tudják, hogy hol a határ. És hát nekem is vannak ismerőseim, akik így nagyon szétcsapják magukat, és hát nem tudják, hogy hol az, ahol meg kéne állni. Ugyanígy más dolgokban is fontos törekedni a mértékletességre. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk itt most egy kis időt szakítani a beszélgetésre. Kívánom neked, hogy ez az év, hogy elkezded az egyetemet, ez igazán úgy induljon, ahogy te szeretnéd, az önálló életed vezetésében is a kihívásoknak meg tudjál felelni, és hogy ezt a pár napot, amit még itt töltünk Lignanóba, hogy ezt is minél jobban tud élvezni. Köszönöm szépen, igyekszem, és hát köszönöm a beszélgetést. Szívesen. A mai nap egy egyetemi hallgatóval, Bálinttal beszélgettem.
Köszönjük figyelmüket, ha bármiféle észrevételük van, e-mail címünkre válaszolhatnak.